Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőit, ez itt az Egészségedre 13. 2023. június 25-én vasárnap délbe. Én kellemes időtöltést kívánok mindenkinek a műsorhoz, kívánok jó szórakozást, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, azoknak pedig, akik egy később időpontban néznének vissza a műsort, nekik is kívánok jó szórakozást. Egy újabb részhez érkeztünk az Egészségedre zenés kívánság műsoromban. Immáron a 13. adásnál tartunk, és folyamatosan nagyon sok kérés érkezik a fotó alá, már ami a kívánságokat illeti. És én ezt nagyon-nagyon szépen megköszönöm nektek, jó leső érzés. Viszont következik egy szabadságos időszak. A zsúfolt programomra való tekintettel, ugye, fellépések, koncertek, tévéfelvételek, és azért a nyári szabadságot is itt be kell egy kicsit kalkulálnom. Ezért a következő hetekben mondjam úgy, hogy nem lesznek kívánságkérő műsorok október elejéig. Nem hagylak azért benneteket vasárnap délben zene és műsor nélkül, ezt nem tehetem, ezért júliusban, augusztusban és szeptemberben én úgy gondoltam, hogy az eddigi 13 részt fogom majd a Facebook oldalamra feltölteni hetente, tehát minden vasárnap majd fogjátok látni az elmúlt 13 adásomat, szépen beosztva, minden héten egyet-egyet. Ezen kívül pedig azért én itt a YouTube csatornámon fogok majd jelentkezni egy-egy kis zenés műsorral. Annyi lesz a különbség, hogy ez most nem kívánság műsor lesz, hanem én fogok összeállítani egy zenés műsort, egy rövid kis zenés műsort, amivel fogok nektek kedveskedni minden vasárnap délben továbbra is itt a YouTube csatornámon. De térjünk vissza a mai műsorra, nem sokára teljesítem a beérkező kéréseket, és lesz még a Zene az életem harmadik része. Ugye az első két részt, ezt már láthattátok a YouTube csatornámon is, ugye ez feltöltésre került, illetve itt az Egészségedre műsoromban is az elmúlt két vasárnap, ugye az első és a második rész ment le. Most viszont a harmadik részt fogjátok látni, aminek tulajdonképpen az a címe, hogyan ismertem meg a feleségem. Nem tudom, hogy mennyire fog ennek örülni majd a párom, de majd elválik a műsor után. Úgyhogy ha kék szemekkel jelentkezem majd valahol, valamerre egyik fellépésben, akkor tudjatok róla, hogy nem tetszett neki. Vágjunk is bele a zenélésbe. Én küldöm nektek nagyon sok szeretettel az első mai dalt, amelynek címe Tábor tűznél levelemet írom. Az erdők, idehaza virágzik a rét, vígnótákat fújdogál a szellő, hazajön még, akit várok én. Vígnótákat fújdogál a szellő, hazajön még, akit várok én. Édesanyám, ne sírasson engem, nem megyek én többé haza már, mert akit te oly nagyon szerettél, a föld alatt nyugszik kedben már. Mert akit te oly nagyon szerettél,
a föld alatt nyugszik csendben már. Csatamező lett az alvó helyen, sírom felett csak a madár jár. Az sírat meg néha-néha engem, aztán bánatosan tovaszár. Az sírat meg néha-néha engem, aztán bánatosan tovaszár. Oda-haza nevetnek a lányok, oda-haza virágzik a rét. Búsnótákat fújdogál a szellő, nem jön haza, akit vártam én. Búsnótákat fújdogál a szellő, nem jön haza, akit vártam rét. És a szokásos szlogán, ha még nem tetted volna, akkor mi jön? Iratkozzatok fel YouTube csatornámra, keresetek meg a Facebook oldalomon, lájkoljátok a hivatalos oldalomat, gyertek a Royal TV hivatalos rajongói oldal csoportba, van egy privát Facebook oldalam is, úgyhogy nagyon sok helyen megtalálhattok, ezen kívül még TikTok, Instagram, várlak benneteket sok szeretettel. Fergeteges volt a hangulat a héten Debrecenben, a Paripa csárdában, hiszen a Sláger TV egy újabb Eszem iszom dinom dánom műsorát forgattuk. Ez a 10. jubileumi év az Eszem iszom dinom dánom műsorának, és hát büszkén vallom, hogy én a kezdetek kezdete óta tulajdonképpen ebben a műsorban jelen vagyok, szereplője vagyok. Ezt nagyon szépen köszönöm a Sláger TV-nek. Igaz, hogy a Volt csapatommal szerepeltem az első 8-9 évben, és most már ugye, mint Royal TV vagyok jelen, de ettől függetlenül engemet nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és még egyszer hálásan köszönöm ezt a Sláger TV-nek. Tehát nagyon-nagyon jó volt ez a kis műsor, nagyon jó felvétel volt. Nézzétek, hamarosan majd láthatjátok ti is, és részesei lehettek ennek a vigadalomnak, ennek a mulatságnak a Sláger TV képernyőjén keresztül. Most szerdán láthattátok a Zenevárov legújabb műsorát, amikor is Andrészky Zoltán vendége voltam, és hát nagyon sok érdekességekről beszélgettünk, többek között a legújabb videoklipemről, Faggatott, annak készítéséről. Új szívet akarok kérni, ez a videoklip címe és a dalom címe. Valamint beszélgettünk még a Házad előtt videoklip készítéséről is. Én remélem tetszett nektek ez a műsor, és az a helyzet, hogy ezt a videoklipet, már mint az Új szívet akarok kérni című dal videoklipjéről van szó, mostantól láthatjátok majd folyamatosan a Sláger TV képernyőjén. Én ezt köszönöm a Sláger TV-nek ezt a lehetőséget, és hát remélem elnyeri a tetszéseteket nektek is ez a videoklip. Illetve ha valaki lemaradt volna erről a műsorról, az megnézheti ma délután, azaz vasárnap délután, 15 óra 55 perctől az ismétlést a Sláger TV-n. Tehát várlak ma 15.55-től a Zeneváróban. Nem vagyok szép, nem vagyok szép, csak a szemem fekete. Nem vagyok én, nem vagyok én, az erdőbe remete. Sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája. Sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája.
savanyúbb a bora, savanyúbb, mint zöld erdőben a vadalma. Szomszédasszony, cukrozza meg a borát, még az éjjel elszeretem a lányát. Szomszédasszony, cukrozza meg a borát, még az éjjel elszeretem a lányát. Szomszédasszony, cukrozza meg a borát, még az éjjel elszeretem a lányát. Nem vagyok szép, csak a szemem fekete, nem vagyok én az erdőben remete, sem remete, sem a fügefának az ága, én vagyok az, kinek nincsen babája. Sem remete, sem a fügefának az ága, én vagyok az, kinek nincsen babája. Egy rózsafán megszámláltam 100 rózsát, századikat elküldtem én te hozzád. Közepébe leheltem a lelkemet, küld vissza, ha nem szeretsz már engemet. Közepébe leheltem a lelkemet, küld vissza, ha nem szeretsz már engemet. Szomszédasszony, de savanyú a bora, savanyúbb, mint zöld erdőben a vadalma. Szomszédasszony, cukrozza meg a borát, míg az éjjel elszeretem a lányát. Szomszédasszony, cukrozza meg a borát, míg az éjjel elszeretem a lányát. Egy nagyon jó hangulatú fellépésen vagyok túl, ha tegnap este meghívást kaptam, és felléptem Békés megyében, Almás Kamarás településen. Egy nagyon jó hangulat volt, nagyon sok ismerőssel is találkoztam. Köszönöm szépen a polgármester úrnak a meghívást, valamint azoknak a kedves nézőknek, illetve közönségnek a sok tapsot és szeretetet, akik eljöttek és ott voltak, velem együtt énekeltek. A napokban, de az is lehet, hogy épp pont jövő vasárnap délben fogok majd jelentkezni rövid kis összefoglalóval erről a fellépésemről. Jövő hétvégén, pontosabban vasárnap este 21 órától már várlak benneteket Arad megyében, itt Erdélyben, Sofronya településen egy közel egy órás mulatós műsorral. Remélem, hogy nagyon sokan leszünk, remélem, hogy azok, akik eljönnek, azok jól fogják érezni magukat. Sok ismerőssel is, rajongóval lesz alkalma majd együtt bulizni és találkozni. Tehát ne felejtsétek el, július 2 vasárnap este 21 óra helyi idő, Sofronya, Arad megye, Románia. Nem készülnek újabb egészségedre zenés kívánság műsorok egészen október elejéig. Ugye ezt már a bevezetőben én elmondtam. Július, augusztus és szeptemberi hónapokban az elmúlt 13 adás ismétléseit fogjátok majd megnézni, vagy nézhetitek majd meg pontosabban a Facebook oldalomon, a Royal TV hivatalos Facebook oldalomon. Minden vasárnap ott kerül majd feltöltésre egy-egy műsor szép sorrendben, míg elérünk a 13-ig, azaz a mai műsoromig. Ez pont szeptember utolsó hétvégén lesz majd, kerül majd ismétlésre, és október elejétől pedig már újraindul a kívánság műsor, de azért nem hagylak benneteket a YouTube csatornámon sem vasárnap délben műsor nélkül, zenés műsor nélkül. Annyi különbség lesz, hogy ugye nem kívánságkérő zenés műsor lesz, hanem én fogok nektek összeállítani majd egy rövidke kis zenés műsort, blokkot, ahol elmondom a nagyon-nagyon fontos és nagyon friss híreket, valamint nagy valószínűséggel, hogy ott fogjátok majd tudni megnézni a fellépéseimről készült összefoglalókat is, és fotókat. Tehát továbbra is azért várlak benneteket vasárnap délben pontban 12 órától itt a YouTube csatornámon az egészségedre műsorokkal. Annyi a különbség még egyszer, hogy ez most nem kívánságkérő műsor lesz. Remélem nincs ezért harag, és velem fogtok tartani a továbbiakban is. Istenem.
szegénységben éltem életem, nem találtam otthon a helyem. Messze-messze idegenbe sodort az élet, fáj jó szívvel, de mindig hazatérek. Szeretem az édesanyám, nála nagyobb kincs nincs talán. Édesanyám hiányzol nekem, ezért mindig könnyes a két szemem. Csillagfényes éjszakán csillagok vigyáznak rám, várom a percet, otthon legyek, hazaérjek már. Hosszú útra indulok, remélem, hogy eljutok. Édesanyám, karjaidba zokogva borulok. Összeszorult az én szívem, mikor az országba újra beléptem. Én ráborultam édesanyámra, úgy zokogtam. Megszólalni már a könnyektől nem is tudtam. Édesanyám, minden kincsem, hazavágyott már a szívem. Az ég felé tárom két kezem. Köszönöm neked, ó Istenem. Csillagfényes éjszakán csillagok vigyáznak rám. Várom a percet, otthon legyek, hazaérjek már. Hosszú útra indulok, remélem, hogy eljutok. Édesanyám, karjaidba zokogva borulok. Fényes éjszakán csillagok vigyáztak rám. Nincsen nálam boldogabb, s a szemem sem könnyes már. Édesanyám, szeretlek, megkönnyebbült a szívem. Ragyognak a csillagok már odafenn nekem. Csillagfényes éjszakán csillagok vigyáznak rám. Nincsen nálam boldogabb, s a szemem sem könnyes már. Édesanyám, szeretlek, megkönnyebbült a szívem. Ragyoghatnak a csillagok már odafenn nekem. Hát akkor a nyár előtti utolsó dalkéréses műsorom, és októbertől majd folytatjuk remélhetőleg. Jöjjenek a mai kérések. Mindjárt az elején egy jó kis mulatossal indítunk. Na gyere húzzat hát című dalomat és videoklipemet kérte Ida Vas. Szia Tibi, szeretném kérni a Na gyere húzzat hát dalodat. Vejemnek születésnapja alkalmából június 24-én volt. Kívánok neki jó egészséget és örömteli, boldog szülinapot. Kérte még ezt a dalt Zsuzsanna Novák, Szerencsi Zsigmondné Mária. Szia drága
Uram! Jövünk utána, hogy este menjünk egy jó romabálba. Igyekez, készülj! Elmegyek én veled az éjszakába, barátokkal megyünk a csárdába. Ott húzza a cigány a fülembe, táncolhatok a babámmal kedvemre. Ott húzza a cigány a fülembe, táncolhatok a babámmal kedvemre. Na gyere, húzzad hát ide a fülembe, csak nekem húzzad hát. Az én nótám, azt mondom magamban, gondolom a bajomban, felejtsek mindent el, az angyalát. Fordulj, perdülj, ölejárt, te barna lány, gyere ide a karomba, járjad hát. Fordulj, perdülj, ölejárt, te barna lány, gyere ide a karomba, jár. A cigány prímás nékem húzza a nótám, áttáncolom az egész éjszakát. Szívem is csak úgy boldog te veled, ha egész éjjel mulatok kedvemre. A szívem is csak úgy boldog te veled, ha egész éjjel mulatok kedvemre. Na gyere, húzzad hát ide a fülembe, csak nekem húzzad hát. Az én nótám, azt mondom magamban, gondolom a bajomban, felejtsek mindent el, az angyalát. Fordulj, perdülj, ölejárt, te barna lány, gyere ide a karomba, járjad hát. Fordulj, perdülj, ölejárt, te barna lány, gyere ide a karomba, jár. Fordulj, perdülj, ölejárt, te barna lány, gyere ide a karomba, jár. Egész éjjel vigadok, mulatok, feledem szívembe a bánatot. Veled oly szép az élet, kedvesen a jó nótát vidáman énekelem. Veled oly szép az élet, kedvesen a jó nótát vidáman énekelem. Na gyere, húzzad hát ide a fülembe, csak nekem húzzad hát. Az én nótám, azt mondom magamban, gondolom a bajomban, felejtsek mindent el, az angyalát. Fordulj, perdülj, ölejárt, te barna lány, gyere ide a karomba, járjad hát. Fordulj, perdülj, ölejárt, te barna lány, gyere ide a karomba, jár. Fordulj, perdülj, ölejárt, te barna lány, gyere ide a karomba, jár. Na gyere, húzzad hát ide a fülembe, csak nekem húzzad hát az én nótám, azt mondom magamban, mondom a bajomban, felejtsek mindent el, az angyalát. Fordulj, perdülj, ölejárt, te barna lány, gyere ide a karomba, járjad hát. Fordulj, perdülj, ölejárt, te barna lány, gyere ide a karomba, jár. Gyere ide a karomba, jár. Új szívet akarok kérni, ugye nemrég beszélgettünk pont erről a videoklipről, a héten láthattátok a Zenevároban, a Sláger TV-n is debütált ez a videoklip, és a visszajelzések alapján sokaknak tetszik, jól sikerült, hála Istennek, köszönöm szépen, és a mai műsorban kértétek Gábor Gabriella, szeretném kérni az Új szívet akarok című dalod, mert nagyon tetszik, a kedvencem lett, gratulálok hozzá, további sok sikert kívánok. Mária Magdolna Szavu. Szia TV, új szívet akarok kérni szülinapomra, május 30. Nagyon köszönöm és gratulálok, minden dalod gyönyörű. Erika Kulcsár Keliger. Szia TV, szeretném kérni az új szívet akarok kérni című dalodat, mert nagyon szép, imádom. Ezzel szeretném köszönteni a testvéremet, boldog névnapot kívánunk neki és mindenkinek. Köszi szépen! Kérték még egy dalt Babi Bazsó, Ferenc Hajdú, Kerekes Jolán, illetve Attila Jankovics. Szebb lenne a világ.
rád. Úgy érzem, új szívet akarok kérni, annyiszor összetört már a régi. Új szíve repülnék, új szíve szeretnék, szebb lenne a világ. Úgy érzem, új szívet akarok kérni, annyiszor összetört már a régi. Új szíve repülnék, új szíve szeretnék, szebb lenne a világ. Összegyűl sok fekete felhő, elveszik a kedvemet. Túl sok a meredek lejtő, az ember pozitív, így hogy lehet? Már lassan a csillagok is kialszanak, eszembe jut egy régi álmom. Én csak boldog szeretnék lenni még egyszer, mert a helyem így nem találó. Úgy érzem, új szívet akarok kérni, annyiszor összetört már a régi. Új szíve repülnék, új szíve szeretnék, szebb lenne a világ. Úgy érzem, új szívet akarok kérni, annyiszor összetört már a régi. Új szíve repülnék, új szíve szeretnék, szebb lenne a világ. Na 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 na. Oly le 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 le, oly le 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 le, szebb lenne a világ. Na 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 na. Egy vidám mulatóssal jó pörgős muzsikával megyünk tovább. Kalapomon piros szekrű, azaz a mulatós három, kérte Ilona Pádár. Szia Tibi! Kedves barátnőmnek, Zsoldosné Eszternek üzenem, hogy csak június 21-ig volt fiatalabb nálam, 22-én utolért. Szeretettel kívánok neki nagyon boldog születésnapot és jó egészséget a Kalapomon piros szekrű című mulatóssal. Hát kedves Ilona, hozod a formádat, azt a jó kis vicces, kis ízes, megmondós stílust, én ennek nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm, nekem nagyon tetszik. Gondolom sok kedves nézőnek is, úgyhogy Isten éltesse az ünnepelteket, szóljon hát a mulatós! Szív nélkül nem tudok én élni.
gyerekek, úgyha jó kedvem van, az áll a dóját léki. Még az ilyen úgy berugott öröm lesz azt nézni. Szombaton este azt mondja a babám, hogy ne járjak, bolonduljak utána. Masni teker a hajába, másnak lesz a babája. De én erre azt feleltem néki, hallod rózsám, te lesz a fenének. Nem vagyok én bugyi, amit minden este cserélnek. Lemegyek a pince fenekére. Rájülök a hordó tetejére. Addig iszom, míg a hordóba lesz, azután meg kis angyalom, én a víz is jó lesz. Egyszer voltunk el a ligetbe sétálni. Addig iszom, míg a hordóba lesz, azután meg kis angyalom, én a víz is jó lesz. Egyszer voltunk el a ligetbe sétálni. Bolonduljak utána. Masni teker a hajába, másnak lesz a babája. De én erre azt feleltem néki, hallod rózsám, te lesz te a fenéne. Nem vagyok én bugyi, amit minden este cserélne. Egyik édesanyja legnagyobb boldogsága az, ha gyermekét boldognak látja, míg egy gyermek egyik legnagyobb szomorúsága az, ha az édesanyját sírni látja. Ezért, kedves gyermekek, vigyázzatok, ne okozzatok szomorúságot és bánatot szüleiteknek. A dalnak a címe, ami most következik, Ne sírj anyám. Kérte, illetve kérték, Maca Boda, remélem jól ejtem, szia Tibi, anyukámnak szeretném kérni a Ne sír anyám dalodat, június 29-én lesz 91 éves. Köszönöm szépen. Kérte még a dalt Barna Marika. Kifosztott szívvel csavargom végig az éjszakákat egyedül. Szívem csak a múltba menekül. Jaj, de feledni nem sikerül. Ki tudja azt, hogy kinél keressem, csalódott szívem igazán. Nincs, aki megértse panaszát, s ezt a szomorú dalát. Csavargó fiadért, édesanyám, a könyv nem sokat ér. Hiába sírt, fiad is mikor hozták a hírt, hogy a lány kive halálosan szerelmes volt, feledni bírt. Ne sírj anyám, te rossz fiadért. Édesanyám, a könyv nem sokat ér. Az éjszakát csak egy lány miatt csavargom át. Fütyül észve, hogy ne lássa más a szívem fájdalmát. Sem lesz semmi, amíg nem jön más valaki. Meggyógyítanak a szavai, tán az a szív lesz az igazi. Anyám se sír majd miattam annyit, s a régi bánat leheged. Majd az igazi szeretet visszaadja szívemet. Ne sír anyám, csavargó fiadért. Édesanyám, a könyv nem sokat ér. Hiába sírt,
fiad is, mikor hozták a hírt, hogy a lány kivett halálosan, szerelmes volt, feledni bírt. Ne sírj, anyám, a te rossz fiadért. Édes anyám, a könyvem sokat ér. Az éjszakát csak egy lány miatt csavargom át, fütyörészve, hogy ne lássa más a szívem fájdalmát. Fütyörészve, hogy ne lássa más a szívem fájdalmát. Életemben csak két nőt szerettem, az egyik volt a drága jó anyám. Igen, szomorú, de annál szebb ez a dal. Úgyhogy kérték is, Ildikó Szabó. Szia, kedves Tibi, szeretném kérni az Életemben csak két nőt szerettem című dalod, nagyon szép, köszönöm. Kőhalmi Mária, szia Tibi, szeretném kérni az Életemben csak két nőt című dalodat, nagyon szerettem és nagyon szép dal. Köszönöm szépen. Illetve Valika Sánta, Tibi, gratulálok, sok sikert kívánok neked. Június 18-án volt a keresztfiam szülinapja, és szeretném kérni magamnak, meg a keresztfiamnak. Nagyon szerettem én is ezt a dalt. Életemben csak két nőt szerettem. Életemben csak két nőt szerettem, az egyik volt a drága jó anyám. Úgy szeretett, ápolgatott engem, Istenem, de vigyázott reám. És amikor betegségbe estem, féltő szívvel úgy imádkozott, de annak is az ellenét kerestem. Anyám sírt, de nem panaszkodott. És amikor betegségbe estem, féltő szívvel úgy imádkozott, de én csak az ellenét kerestem. Anyám sírt, de nem panaszkodott. Nyári éjszakámon jött felém egy csinos barna lány. Úgy jött, mint egy megvalósult álom, azóta nincs nyugodt éjszakán. Másodszor csak azt a lányt szerettem, szívem, lelkem úgy megváltozott, de annak is az ellenét kerestem. A lány sírt, de nem panaszkodott. Másodszor csak azt a lányt szerettem, szívem, lelkem úgy megváltozott, de annak is az ellenét kerestem. A lány sírt, de nem panaszkodott. Hogy vágyait kövesse, elment tőlem, nem volt írgalom. Jó anyám is elhagyott örökre, nem maradt más, csak egy sírhalom.
Én azóta a temetőt járok, mit ér az élet, minden elhagyott. Százszor visszasírom azt az asszony, aki sírt, de nem panaszkodott. Én azóta a temetőt járom, mit ér az élet, minden elhagyott. Százszor visszasírom azt az asszony, aki sírt, de nem panaszkodott. Ha beharangozom, megígértem, hogy jön a zene az életem harmadik része, és ebben arról fogok nektek mesélni, hogy hogyan ismerte meg a feleségem. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel ezt a kis monológom. Remélem, Gavica, nem mondok semmi olyan dolgot, amire esetleg kék legyen majd a szemem alatt. 1994. Én 93-ban ugye érettségiztem le, és 1994-ben ismerkedtem meg feleségemmel, és hát érdekes volt ez a találkozó, mert én őt ismertem régebről, de csak így látásból, és sokszor elmentem az utcán mellette, és én néztem és bámultam, de hát ő rám se hederített, szóval úgy elment mellette, mint a rakéta, és 94-ben jött el az az idő, amikor tulajdonképpen közelebb tudtam hozzá férkőzni, és tudtam vele egy-két szót is váltani. Már csak azért is, mert ugye nálunk volt egy nagyon jó kis közösség a római katolikus templomban. Együtt nőttünk fel, nagyon sok fiatal volt, nagyon sokan voltunk, akik jártunk ifjúsági szentmisére, jártunk kóruspróbákra. Egy csodálatos plébánosunk, egy csodálatos papácsink volt, nyugodjon békében, Mert Mihály személyében. Nagyon-nagyon összefogta a fiatalokat, és öröm volt templomba járni. A feleségemet itt ismertem meg, ő is benne volt a zenekórusban, én pedig zenéltem a kórusban. Ugye pont akkor épült egy új templom, a 16-os lakónegyedben, itt Szatmárnémetiben, a Szentlélek temploma, és kicsik, nagyok, fiatalok, öregek, mind együtt, a papbácsival együtt voltunk segíteni, ástunk, lapátoltunk, deszkát hordtunk, és emellett pedig az alaksorban lévő kialakított templomban, ideiglenesen kialakított templomban voltak a próbák. Oda jártunk, ott találkoztunk a fiatalokkal. Én, ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, épp basszusgitároztam a zenekarban, mert hát ugye gitárosok nagyon sokan voltak, billentyűs is volt, de hát a basszusgitáros az hiányzott, és akkor én ezt vállaltam el, és a feleségem pedig vezényelt. Tehát ő volt az, aki tulajdonképpen a kórust vezényelte, és irányította, énekelt. Úgyhogy mindkettőnknek volt köze a zenéhez, és hát mivel ott ilyen nagy közösség volt, sokan voltunk fiatalok, hát nagyon sokszor össze is ültünk ugye a templom után, meg hát a kórus próbák után, és hülyéskedtünk, szórakoztunk. Én pedig valahogy úgy próbáltam üzenni a feleségemnek, akkor ilyen 19 éves fiatal fejjel, hogy volt egy kislány, akivel nagyon sokat Krista, emlékszem jól, egy kis vöröshajú, hát ő valami, nem tudom, 8 éves lehetett. Vele sokat beszélgettem, nagyon sokat csüngött rajtam, most már ő is egy felnőtt hölgy lett, bár már régóta nem tudok róla semmit. És az ő kezére írtam fel tulajdonképpen a telefonszámom, gondolva arra, hogy majd a Gabica engemet meg fel fog hívni, de hát fenéket hívott ő fel, úgyhogy én kellett megtegyem a lépést férfi létemre, természetesen meg is tettem. Megszereztem a telefonszámát, és meghívtam egy születésnapi buliba. Ekkor még csak tulajdonképpen semmi nem volt közöttünk, ekkor még csak ismerősök voltunk,
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én nekem, és ezt még soha nem mondtam, csak a párom tudja, hogy én nekem azért ki volt nézve ott 4-5 leányzó, abból a társaságból, mondom, nagyon sokan voltunk, és fel volt állítva nekem egy sorrend, hogy ha az első nem jön össze, akkor melyek a másodikhoz, harmadikhoz, és így tovább, valamelyiket csak meghódítom. Már abba korban voltam 19 évesen, amikor szerettem volna egy olyan komolyabb, stabilabb kapcsolatot, mert addig csak ilyen gyorsabb, hát ilyen fiatalos kapcsolataim voltak, és a Gabica, a feleségem volt az első a listán, úgyhogy őt hívtam meg legelőször a szülinapra, és láss csodát, a buli végére úgy azért már össze is jöttünk, és tulajdonképpen onnantól kezdtünk el egymással szórakozni és járni. Előtte azért felvittem, mert hát ugye a lépcsőházban volt a buli, ahol én laktam, és hát elmentem ugye utána, és felvittem haza a szüleimhez, de nem úgy mutattam még őt be, mint barátnőm, hiszen nem az volt, hanem csak egy jó ismerősöm, és onnan mentünk a buliba. Ugye mi a harmadik emeleten laktunk, ez a buli pedig a másodikon volt, és szüleim kérdezték is utána, buli után, hogy barátnőm, mondom, nem volt a barátnőm. Addigra persze már a buli végére összejöttünk, tehát az igazsághoz hozzátartozik, hogy mire ők kérdezték, már annak számított, de én azt mondtam, hogy nem az, hiszen mikor még felvittem hozzánk, akkor nem volt barátnőm. De azért meglepetés volt a templomba is, amikor másnap reggel az ifjúsági szentmisén megjelentünk kéz a kézben, a kórus vezénylő hölgyike, illetve a basszus gitáros. Na hát, így alakult ez az egész. Amikor megismerkedtünk, ő nekem úgy mutatkozott be, hogy Gabica. Na most, amikor elmentünk falura, a nagyszüleihez, és azt találta mondani a nagymamának és a nagypapának, hogy a Gabica hol van, vagy épp a Gabica mit csinál, néztek rám, ilyen, hogy én hülye vagyok, mi van velem, ki az a Gabica, mit akarok én a Gabicával, mikor nekem Zsuzsa a barátnőm. És néztünk egymásra, elbeszéltünk egymás mellett, nem tudtuk, hogy mi a gond. Hát kiderült aztán természetesen, hogy ő a családban, ő Zsuzsi volt, és úgy is szólították, hogy Zsu, és nekem nem így mutatkozott be, hanem én nekem Gabica volt, hát itt Szatmárnémetiben, a templomban és a közösségben mindenki Gabicának ismerte, és tudomásom szerint az iskolában is. Úgyhogy én nekem természetes volt, hogy nem Zsuzsa, hanem Gabica. Úgyhogy volt egy ilyen sztori is otthon a nagyszülőknél, hogy gondoljátok el, amikor először mentem hozzájuk, akkor gondoltak egyet, hogy ez nem ismeri a feleség, de hogy feleség, amikor nem feleség volt, hanem barátnő, nem ismeri a barátnőjének a nevét, mi az, hogy Gabica. De aztán sikerült ezt a dolgot is tisztázzuk, úgyhogy így jártam a bemutatkozással. Én mikor megismertem, ugye 94-ben, ő akkor érettségizett, pont érettségi előtt állt, és ő megfogadta magába, hogy ő neki nem kell barát, és nem kell komoly kapcsolat, legyen túl az érettségén, legyen túl a vizsgákon, és majd aztán. De hát, ugye tudjátok, a szerelem az nem akkor jön, amikor mi akarjuk, és nem akkor kopogtat. Úgyhogy ez érettségi előtt jött neki, de voltam annyira rendes, hogy békén hagytam, és adtam neki elég teret és időt ahhoz, hogy tanuljon, és jó jeggyel vegye az érettségi vizsgákat. Úgyhogy, Gabica, megköszönheted nekem. Na, jó, tehát ennyit erről az időszakról. Aztán én 95-ben kaptam behívót a katonasághoz, ugye ezt már mondtam egy korábbi részbe, akkor hát mi jó egy évesek voltunk, hogy egy éve, hogy szórakoztunk, és én beismerem, fülig szerelmes voltam, és egyébként is az a típus vagyok, aki ha valakivel jól érzi magát, akkor nehezen vált. És ez igaz nem csak a feleségem esetén, vagy nem csak a barátnőm esetén, hanem ez barátokra és az engemet körbevevő baráti körre is igaz, hogy én valakivel jól kijövök, és jó a kapcsolatunk, akkor én
foggal körömmel ragaszkodom érte, és aztán, ha mégis nem úgy alakul, akkor nagyon nehezen tudom magam ezen túltenni. Hála jó Istennek ebben az esetben nem így alakult, mert hát az én feleségem, de az én akkori barátnőm volt annyira rendes, hogy megvárt engemet a katonaság végéig, kerekkel egy évet voltam oda, és nagyon sokszor jött hozzám látogatóba, én is jöttem haza a katonaság ideje alatt, úgyhogy továbbra is tartott a szerelem. 96-ba szereltem le, és akkor voltam 21 éves, ha jól számolom hirtelen, már pedig jól számolom, és úgy éreztem, hogy eljött az idő arra, hogy családot alapítsak, és megkérjem a kezét. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy én 18-19 évesen én hangoztattam a baráti körömben mindenütt, hogy én 30 éves koromig nem fogok megnősülni, én szeretnék sokáig bulizni, szeretnék sokáig szórakozni, szeretném élvezni a fiatal életet, de nem így alakult. Keresztbe húzta a számításomat ez a Zsuzsanna Gabriella nevezetű hölgy, és 96 őszén, ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, 96 nyarán? Nem, 90, várjatok. 95-ben rukkoltam be, 96-ban szereltem le, és igen, ahogy leszereltem, 96 nyarán őszén megkértem a kezét a szüleitől, és tőle is, és ki is tűztük az időpontot, 97 augusztusában, augusztus 16-án volt az esküvünk. Voltak mendemondák, hogy hát miért veszem én el, vagy miért kérem én meg az ő kezét, mind az én oldalamról, mind az ő oldaláról, mind az én szomszédaim részéről, mind az ő szomszai részéről. Tudjátok, az emberek milyenek, abban az időben nem voltak épp ennyire kíváncsiak, vagy ha voltak is, nem adtak annyira hangot, hiszen nem volt még internet, nem volt mobiltelefon, vagy még ha volt is mobiltelefon, nagyon-nagyon-nagyon még a kezdetek kezdetén volt, és annyira nem jutottak el az információk hozzánk, mint most. Most ugye, ha bárki bármit szeretne mondani, csak kiposztolja, kiteszi, és már tudja az egész világ. Abban az időben azért ez nem így volt, de azért visszahallottuk, azért térfigyelő kamerák, ezek a természetes két lábon járó térfigyelő kamerák akkor is működtek, és sok mindent mondtak arról, hogy hát igen, azért kértem meg a kezét, mert ugye jön a baba, és aztán nem foglalkoztunk mi ezzel, de hát így utóbb is vissza lehet számolni nyugodtan. 97. augusztusában volt az esküvünk, és 99. áprilisában született meg a lányunk. Úgyhogy sehogy nem fog kijönni ez a 9 hónap. Így alakult az én lánykéréses sztorim. Aztán megszületett a leányunk, a Henny, 99. áprilisában. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy még akkor nem volt saját lakásunk, és alvéletben laktunk közel egy évig. Aztán úgy döntöttünk, hogy az alvérletet nem fizetjük tovább, hanem inkább veszünk fel kölcsönt, vagy kérünk kölcsönt, és veszünk egy kis házikót valahol itt a közelben, vidéken, és jobb lesz, hogyha a saját részletünket, vagy a saját kölcsönünket törlesszük, de akkor a sajátunkba vagyunk, nincsen fizessünk egy eléggé komoly összeget az albérletre. Így is alakult, úgyhogy kiköltöztünk Lázáriba. Henny, mikor megszületett, ugye mi már ott laktunk, és csodás évek voltak nagyon jó szomszédokkal, bár a falu végén laktunk, és ez nem szégyellem, és ez nem titok, de nagyon jól éreztük magunkat ott. Aztán beköltöztünk Szatmárnémetibe, vettünk itt egy kétszobás apartman. Aztán rá 2-3 évre megint jött egy ilyen sugallat, hogy csak jobb volt vidéken, csak jobb volt a kertes házban. És ezúttal Pusztadalócon vettünk egy házat, de már nem olyan kicsit, mint az első, ami volt. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy minden ilyen csere, ugye édesanyámék azt mondták, hogy most elnézést a kifejezésért, mandorolunk, mint a sátoros cigányok, de minden újabb költözés, az igazat megvalva, mind nagyobb lakásba ment, tehát hála jó Istennek volt annyi érzékem, vagy szerencsém, hogy azért minden lakás eladáskor bőven nyertem,
ezeken, tehát nem kicsi érték, volt az, amit nyertem a lakás eladáskor. Tehát ugye amikor megvettük, akkor én felújítottam, vagy mi felújítottuk, és ott laktunk 2 évet, másfelett 3-at, és aztán eladtuk, és mindig jó kis összeget nyertünk ezeken az ingatlanokon. És így kerültünk ki Puszadalószra, ott már egy nagyon szép nagy ház volt, de valahogy ott sem éreztem igazán otthon magam, én sem és a családom sem, illetve a leányunk is ugye iskolás korra cseperedett addigra, és azt mondtuk, hogy csak visszaköltözünk a városba, mert könnyebb lesz az iskolázás, meg az ingázás helyett ugye ott leszünk helyben, és így sikerült vegyünk egy 3 szobás apartmant Szatmári Metiben a 16-os lakónegyedben. Tibi még akkor sem nyugodott, mert hát én voltam az, aki mindig mozgolódott, fészkelődött, aki nem tudta segély megülni. Én voltam az, aki ismét felvetette az ötletet, hogy vegyünk már mégis egy kertes házat vidéken. Nekünk az az igazi életünk, mi azt szeretjük. És ha jól számolom, vagy ha jól emlékezem, akkor 2010-ben jött a döntés, hogy akkor kiköltözünk újból vidékre, ezúttal Szamosdobra, a jelenlegi helyünkre, és ott veszünk egy házat, és ez így is alakult, meg is történt. Egy sarokházat, egy nagyobb sarokházat sikerült megvásárolni Szamosdobon, úgyhogy a szüleimmel közösen vettük meg, ugye ők is eladták az apartmanjukat, mi is eladtuk, és megvettük közösen itt Szamosdobon a kertes házat, ahol jelenleg is lakunk, és ahol az igazat megvalva nagyon jól érezzük magunkat, most már ez az otthonunk, és nem bántuk meg, hogy ide költöztünk. Viszont úgy alakítottuk ki a lakrészeket, hogy külön bejárat legyen nekünk, fiataloknak is külön bejárat a szüleimnek. Ugye én egyetlen gyermek lévén nagyon jó Isten, hogy betegek legyenek a szüleim, de Isten ments, ha oda kerül a sor, akkor úgyse fogjom én sem hagyni a szüleimet, és a feleségem se. És akkor azt mondtuk, hogy akkor így közelebb vannak ők is hozzánk, mi is hozzájuk, és így vettük meg tulajdonképpen a jelenlegi házunkat itt Szamosdobon, ami teljesen felújításra szorult. Ez egy 60 centis vályogfalból álló építmény, míg a válaszfalak is 60 centis vályogfalak. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezáltal nyáron nagyon jó hűvös, télen pedig jó meleg, és semmiért a világon nem cserélném el mondjuk más építménynyel, mert minden komfort és minden jó dolog, amit egy vályogház nyújthat, az megvan benne. Vályog téglát mondjam úgy lejtettük 3 méter magasról, és nem tört szét, szóval annyira erős vályog téglából van megcsinálva, úgyhogy ez az otthonunk, és szerintem ez is marad. Hát nagyjából ennyit szerettem volna nektek elmondani az én életemről. Remélem nem untattalak nagyon benneteket. Majd októberben, a következő részekben szeretnék azért egy vagy 2 részben mesélni nektek majd a volt csapatomról is, a Royal Teamről. Szeretnék elmondani bizonyos dolgokat arról, hogy hogyan alakult tulajdonképpen az igazat. Szeretném, ha hallanátok tőlem. Hogy alakult, mi történt, hogy működött, milyen felosztás volt egymás között, stb. Úgyhogy érdekes lesz majd a következő 1-2 rész is, ami majd október környékén fog majd jönni. Hát, én megköszönöm a figyelmeteket. Remélem nem untattalak nagyon. Sziasztok! Hát egészségedre! Ez volt már a 13. online műsorom itt a YouTube csatornámon. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Én a Royal Tibi vagyok, októbertől várom majd újra kívánságaitokat, de addig sem hagylak benneteket ugye zenés műsor nélkül, mert továbbra is pontban délben egy rövidke kis zenés összeállítással, illetve koncert összefoglalóval fogok jelentkezni, úgyhogy várlak benneteket továbbra is itt a YouTube csatornámon, valamint a Facebookon, a Royal Tibi hivatalos oldalon, a Royal Tibi hivatalos rajongói oldal csoportban, és hát TikTokon, Instán.
szép lányt meg a bort, igen, nagyon szerette. A menyecskét meg a lányt elszerette egyaránt, amikor csak tehette. Sose csinált adóságot a csárdába, minden robást letörölt a csárdás lánya. Az én apám olyan volt, hogy a szép lányt meg a bort, igen, nagyon szerette. Sose csinált adóságot a csárdába, minden robást letörölt a csárdás lánya. Az én apám olyan volt, hogy a szép lányt meg a bort, igen, nagyon szerette. Az én apám olyan volt, hogy haragba sose volt, se asszonnyal, se lányjal. Messze földön híre járt, hogy egy csókért cimborált az ördöggel magával. Sok helyen a jó estét még ki sem mondta, már a kislány piros hajkát megvámolta. Az én apám olyan volt, hogy haragba sose volt, se asszonnyal, se lányjal. Sok helyen a jó estét még ki sem mondta, már a kislány piros ajkát megvámolta. Az én apám olyan volt, hogy haragban sose volt, se asszonya, se lánya. Az én apám olyan volt, hogy haragban sose volt. Egy egyes rakucoknya, miért lettem a bolondja, azt kérdem. Mert nem is az a szoknya, azt tetszik, aki hordja, én nékem. Már alig iszom eszem, máson se jár az eszem, megvallom. Két petyes rakocoknya, lány van ám a dologban, nem asszony. Már alig iszom eszem, máson se jár az eszem, megvallom. Két petyes rakocoknya, lány van ám a dologban, nem asszony. Két egyes rakucoknya, édes kis gazdácsókja, lépes méz. Ő jár csak az eszembe, hát mintha a szemembe szépen néz. Kétszer úgy ver a szívem, sőt azt is még híven megvallom. Két egyes rakucoknya, már az is, aki hordja, szép asszony. Kétszer úgy ver a szívem, sőt azt is még híven megvallom. Két egyes rakocoknya, már az is, aki hordja, szép asszony. Hallgassátok továbbra is dalaimat itt a YouTube csatornámon, üsd be Royal TV, valamint válok benneteket a Sláger TV képernyőjén is minden nap. Én megköszönöm a figyelmeteket, továbbra is legyen egy szép napotok, egy csodás vasárnapotok, jó étvágyat az ebédhez, aki esetleg túl van már rajta, azoknak váljon egészségetekre, nézzetek, hallgassátok dalaimat, és várlak a fellépéseimre. Egészségetekre, sziasztok! Ezzel a dallal remélem tetszett, és holnap újra szívemből játszom. Mindig másodszor az éneket, és holnap úgy.
neked újra fel.